Hollywoodban középdöntős lett egy brit fesztiválon, pedig versenyfilmként szerepelt a napokban Lendvai Kristóf kisjátékfilmje. A siker folytatódott, mert az alegerszegi Hevesi Sándor színház művészeivel készült félúton alkotója a Nemzeti program pályázatán további terveihez támogatást nyert. Mit kaphatok 200 forintért? Egy szelet kenyeret. Legfeljebb egy szalámit rajta. Jó lesz, köszönöm. A félúton Lendvai Kristóf második filmje. A 19 éves gimnazista rendszerint a fiatalok mindennapjaival, problémáival foglalkozik. Mint mondja, szeretné megmutatni, hogy nehézségei mindenkinek vannak, és kétségbeesés helyett érdemes a megoldásra koncentrálni. A tavaly forgatott alkotás már komoly hazai és nemzetközi sikereket ért el. Ennek következtében azóta több fesztiválon versenybe került. A szervezők úgynevezett gyűjtő oldalakon keresztül nevezés alapján válogatják be különböző megmérettetésekre. A legfrissebb eredmények közé tartozik, hogy egy hollywoodi film szemlére jutott be a film. Az az érdekessége, hogy ezt a Dolby színházban tartották volna, hogyha nem jött volna közbe a, a vírus, ami hát ez, ez is egy rangos hely, és meghatározza a filmszemlének a minőségét is. Itt lett döntős a film, ami egy nagyon szép eredmény. A másik pedig egy nagy-britanniai filmszemle, ahol megint csak diákfilm szemle, is ott versenyfilm lett a félúton. A több éves munka másútt is beérni látszik. Ezt jelzi, hogy Kristóf egy országos pályázaton kiemelkedő eredményt ért el. Láttuk a felhívást, és azt gondoltam, hogy mindenképpen érdemes erre a programra jelentkezni. Filmes vagyok, de érdekes, hogy nekem sosem volt saját kamerám, és főleg azért adtuk be a pályázatot, hogy ilyen filmes eszközöket tudjunk vásárolni de ez még azt is lefedi, hogyha engedni fogják az iskolák, hogy rendhagyó irodalomórákat tarthatok a félútonnal ahol ezt tényleg megengedi az előírás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mindezt 500 ezer forinttal támogatja. Kristóf úgy tervezi, hogy a jövőben is rendezéssel foglalkozik. Ennek összes fortéját, leendő hallgatóként a Színház és Filmművészeti Egyetemen szeretné elsajátítani.